Folytatjuk tovább a délelőttet, amikor a Katolikus Caritas munkáját, sokszínű munkáját mutatjuk be a műsorunkban. Most egy hosszú távú segítségnyújtásról fogunk beszélgetni, vagyis az Akarom programról. Itt van már velem a stúdióban Szigetvári Györgyné Rozika, a Kispesti Caritas vezetője. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm én is a tévénézőit. Itt egy kicsit beszélgettünk kint a várakozóban még adás előtt, és Viki, a Caritas sajtósa felhívta a figyelmemet, hogy hát Kispesten milyen jó plébánia közösség működik, és végül is ez az alapja a Caritas működésének is. Igaz ez? Igaz, és mindenek előtt elsősorban a plébánost kell dicsérni ez ügyben, mert az ő érzékenységén az ő odafordulása a szegények, a rászorultak fele, az a Caritas munkában is érezhető. Tehát a mi munkánkat is ezáltal tudja ő segíteni, elfogadja az ötleteinket, támogatja a tevékenységeinket és segít bennünket. Mi is ez az Akarom program, amiről most fogunk beszélgetni? Itt a kezemben tartok egy kis leírást, egy segédanyagot a résztvevő családoknak, és azt írják rajta, hogy ez egy modellprogram. A tudatos háztartásnak a modellprogramja. Mit jelent ez? Hát az Akarom elsősorban az, hogy az a család, akivel megismertetjük ezt a lehetőséget, az saját maga is belássa, hogy ez a program neki segít. Elsősorban krízis helyzetben került családok, vagy nehéz körülmények között élők. Elsősorban, amikor ez 15-ben először elindult, akkor a hitele válságba került családok kerültek elsősorban ebbe a programba. Kispesten volt 50 család, aki ebbe a programba akkor bekerült, és nagy örömünkre 49 család ezt a programot végigcsinálta. Tehát elsősorban ennek az a lényege, hogy aki adósságcsapdába került, kevés jövedelemmel rendelkezett, azt a kevés jövedelmét, hogy tudja beosztani, hogy jusson is, esetleg maradjon, és egy kicsit takarékoskodni is tudjon. Ehhez adtak szakemberek ötleteket, tanácsokat előadás formájában. Természetesen ezt nem úgy kell gondolni, hogy tollal, papírral, ceruzával ott számolni kellett, vagy számítógéppel, hanem játékos formában. És ez a játékos forma megnyerte a családok tetszését, és ezért nagy örömmel jöttek, és csinálták végig ezt a programot. Igen, mert hogy ahogy kinyitom ezt a füzetet, rögtön az első oldalon az adósságról írnak, utána a második oldalon a végrehajtásról írnak, és itt hogyan lehetett ezekben az igen nehéz helyzetekben segítséget adni, vagy itt mi volt a Caritas válasza ezekre a krízisekre, vagy ezekre a problémákra? Hát a családok nagy része egy kicsit hajlamos a strusz politikát folytatni. Tehát az adósságba belecsúsznak, és akkor várják a csodát, hogy valami csoda történik. Na most itt felhívták a figyelmet arra, hogy hát sokkal előbb kell odafigyelni rá, sokkal könnyebb megakadályozni a problémát, amíg mi kis adóssággal rendelkezünk, azokat sokkal könnyebb rendezni. Tehát az adósságkezelésnek ez a lényege. Tehát illetve felhívták a szakemberek azt, hogy az adósságkezelésben milyen lehetőségek vannak. Tudni kell az, hogy ez a program a Kispesti családsegítővel közösen zajlott. Tehát a családok kiválasztása is közösen zajlott. Közösen mentünk családsegítőkkel a családokhoz felmérni a helyzetet, hogy milyen alaphelyzetből indulnak ki, és akkor, hogy kinél miben tudunk segíteni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy ilyen dolgokról is szó essen. Említette, hogy az első évben 50 család vett részt ebben a programban, azóta hogyan alakulnak ezek a számok? Van mondjuk túljelentkezés, vagy mennyi család szokott részt venni ebben? Hát az 50 család egy kicsit soknak bizonyult, tehát nagyon nehéz volt kezelni. Nem a nagyon nehéz volt, tehát azért ez egy kicsit így túlzás. Nehéz mindenkire nehezebb, talán odafigyelni. Nehezebb, igen. Igen. Tehát ezért most a következő csoport, ez már csak 35 család fővel rendelkezik. Ez egy kicsit könnyebb átlátni, több időt tud az ember családokra fordítani. Érdekes megfigyelni a változást a családoknál, tehát 2015-ben elsősorban még akkor a hitelesek kerültek ebbe a programba. Most, ahogy látom, szubjektív véleményt mondok, tehát nem objektíven, tehát zömmel azok a családok már, akik a hitel miatt elveszítették a lakásukat, albérletbe kerülnek, albérletesek,
kevésbé vannak munkanélküliek, tehát az albérlet, magas albérleti díjak kifizetése miatt a jövedelméből nagyon kevés marad, illetve a másik része pedig, akik a hitel miatt veszítették el a lakásukat, a hitelt viszont az adósságot törlesztenek el változatlanul, tehát a jövedelmüknek a nagy részét az adósság elviszi. Igen, és ilyenkor én azt gondolom, hogy a legnagyobb vagy a legfontosabb dolog ebben a krízis helyzetben az a remény, hogy ők visszakapják a reményüket, hogy van kiút ebből, hogy egyszer vége lesz ennek a negatív időszaknak. Erre van idő ott a program keretén belül, hogy egy kicsit, nem tudom, a személyes beszélgetésekből ezt a reményt visszaadják ezeknek a családoknak? Hát itt elsősorban inkább lehetőségeket mutatnak meg, és ahogy említettem előzőleg is, játékos formában. Nagyon érdekes kis játékokat találnak ki a szakemberek, és az emberek ott döbbennek rá, hogy milyen érdekes, eddig erre nem is gondoltam. Egy apró kis játékot, hogyha elmondhatnék. Tehát kaptak ilyen reklámújságokat, amiben különböző élelmiszereket reklámoznak, és kis csoportokat hoztak létre, és minden csoportnak össze kellett állítani a reklámújság alapján egy heti étrendet. És akkor el kellett menni a boltba vásárolni, kaptak egy meghatározott összeget, és akkor megnézték, hogy a kis csoportok hogy tudnak bevásárolni. Tehát így próbálták a családokat, a kis csoportokat rávezetni arra, hogy mennyire fontos előre tervezni, és ez mennyiben segíti az ő takarékosságukat. Tehát, hogy akkor, ha megtervezi, és azt szerint vásárol, azt szerint vezeti a háztartását, akkor apró forintokat lehet megtakarítani. Igen, a tudatosság az nagyon fontos, de itt ebben a füzetben például a spórolásról is írnak, hogy a közüzemi számlákon hogyan lehet tényleg apró cselekedetekkel sokat spórolni, itt a vízhasználatról, az áramról is írnak, ezek is azért fontosak egy nagy család életében. Ez szintén a szakemberek felhívják a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy folyóvíz alatt, hogy mosogat, hogy zuhanyozik, tehát hogy állandóan folyatja a vizet, vagy tud ezzel takarékoskodni, de ugyanígy a villanyra, a bekapcsolt konnektorokra, egyéb ilyen dolgokat is, és mindezt szintén játékos formában is tudják. Tehát van egy úgymond szociopoli játék, ami szintén csoportokra osztva próbálja rávezetni a csoportokat arra, hogy hogyan gazdálkodjanak. És egyben magát a csoport szellemét is megmutatja, mert a csoporton belül, hogy működnek, és a különböző csoportok egymással hogy működnek. Még 15-ben nagyon feltűnő volt az, hogy a csoportok egymásnak kölcsön adnak pénzt. Az most ezekben a csoportokban már nem volt annyira tapasztalható. Ez is érdekes. Igen. Tehát ezeket érdemes aztán majd későbbiek során nyilván összevetni, és ebből tanulságokat levonni. Viszont most tudatosabban álltak hozzá mondjuk egy háztartásnak a berendezéséhez, vagy egy hónapi háztartási dolgoknak a bevásárlásához. Igen, mert hogy itt olvasom, hogy a programnak 4 fő témája van, a tudatos háztartás, az olcsó háztartás, és akkor itt jön a harmadik, az egészséges háztartás, valamint a tudatos gyermeknevelés. Na most érdekelne ez a kettő, hogyha az ember mondjuk kevesebb pénzből gazdálkodik, vagy úgymond meg kell húzni egy kicsit a nadrágszíjat, akkor az egészségre, vagy az egészséges életmódra már kevesebb összeg szokott maradni, illetve hát akkor a gyermeknevelésben hogy segítenek, vagy ott hogyan lehet tudatosnak lenni? Hát elsősorban az egészséges háztartásban most is úgy próbáljuk tervezni, hogy egy kicsit ugye őszi hónapokra kerüljön ez a program, amikor már olcsóbban lehet zöldségekhez jutni. Tehát ott megmutatják és rávezetik őket, hogy mondjuk egy káposztából, vagy egy uborkából, vagy sárgarépából, hogy milyen finom nyers salátákat lehet készíteni. Nem drága, egészséges és könnyen elkészíthető. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy a családokat erre revezessék. A családok nagy része, ahogy érzik, vagy érzékelem majd napig is, kicsit hajlik a kényelem felé. Tehát
az túl bonyolult, az nem foglalkozunk, holott csak egy picivel több időt kellene fordítani rá, és olcsóban és egészségesebben tudna táplálkozni. Na és a gyermeknevelésben mi az, hogy tudatos gyermeknevelés? Ott hogyan lehet őket segíteni, nagyon, nagyon fontos az, hogy hát ugye kicsi gyermekeknél gyermekbetegségek egyébben, ezeknek a felismerése, ezek a gyerekeknek a tisztántartása, a mosás, tehát a takarítás, ezekkel kapcsolatban kapnak olyan tanácsokat, hogy ne a drága vegyszereket használják, hanem otthon könnyen elkészíthető. Biztos nagyon sokan hallották már a citrom, az ecet, a szódabikarbónának a hatékony hatását, és ezekre megtanítják itt az embereket. De azt olvasom, hogy az aktív részvétel mellett azért ilyen kisebb segítséget is kapnak hónapról hónapra a családok, például mosószódát, vagy folyékony szappant, felmosó lapátot, seprűt, tehát azért ha részt vesznek, és úgymond teljesítenek, akkor azért ilyenfajta tárgyi segítséget is kapnak. Hát elsősorban most ebben a programban nem a tárgyi segítség, hanem inkább anyagi segítség, ami utalvány formájában nyilvánul meg. És hát ez is aktiválja azért az embereket, hogyha ő egy pozitív háztartási naptót ad le. Mert ez alatt az idő alatt ahhoz, hogy ő átlássa a saját háztartását, hogy mennyi jövedelemmel rendelkezik, és mennyi a havi kiadása, és akkor abból valami marad, vagy esetleg állandóan mínuszba csúszik. Azzal próbáljuk őket serkenteni, hogy minden hónapban több és több Erzsébet utalványt kap, amit a saját felhasználására, természetesen élelmiszer felhasználására tud fordítani. Milyen visszajelzések érkeztek? Mert én azt gondolom, hogyha az 50 induló családból a tavalyi vagy tavaly előtt évben 49 elvégezte ezt a programot, talán ez a legnagyobb visszajelzés. Hát nagyon pozitívan. A legbüszkébb arra vagyok, hogy az 50 családból a legkevesebb jövedelemmel rendelkező érte a legpozitívabb eredményt. Úgyhogy ez valami fantasztikus volt, és mindenkinek el is mondtam meg, meg be is mutattam, és hogy igen, így is lehet, hogyha valaki tudatosan odafigyel, és tényleg nagyon akarja, akkor ez sikerül. A legkedvesebb az volt ettől a családtól, hogy jött, hogy Rozika néni, mikor indul ez, mert szeretném, hogyha a lányom is ezen részt vehetne, hogy ő is megtanulja azt, amit én megtanultam. Hát akkor kívánom, hogy még sokáig megmaradhasson ez a program. Köszönjük szépen a munkájukat, köszönöm a beszélgetést, és további áldásos szolgálatot kívánok. Köszönöm szépen.